itt vagyok, mégpedig Houstonból, a Space Centerben vagyunk, vagyis a NASA központban. Most már itt jelentkeztem, mert nem a hotelben, mert hogy csak ez egy ilyen mini vlog lesz erről a attrakcióról, amit most láthatunk. Szóval nagyon érdekesnek tűnik egyelőre, most fogunk bemenni. $30 a belépője felnőtteknek, azt hiszem, és 25 gyerekeknek, vagy kicsit olcsóbb, nem tudom. Szóval remélem, hogy élvezni fogjuk. Szóval, mert mindenki azt mondta, hogy nem lehet semmit se csinálni Houstonban, és ez az első alkalom, hogy itt vagyok. Texasban már voltam, ugye Dallasban, azt tudjátok, de Houstonban még soha. És akkor így a kollégáimmal eljöttünk megnézni. Hatan vagyunk itt, foglaltunk kocsit, meg minden. Szóval jól alakul a nap. Szóval üdvözöllek titeket Houston vlogban. Na mindegy, ha tetszik nektek ez a videó, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és nézzük meg a NASA központot belülről. Mit szóltok? Várunk, elvileg két túrán veszünk részt, itt az űrcentrumban. Most várunk, hogy kezdődjön, addig meg ilyen, hát ilyen gyerekeknek való ilyen érdekességeket mutatnak. És például megmutatták, hogy milyen a WC. Ide teszem a képet, de csináltam videót is. Hát érdekes, bár mondjuk annyira nem. Hát felnyitod, aztán bele dolgozol. Annyira nem egy nagy szám. De az alvóhelyük igen. És akkor ott a falon ott volt, hogy miket vihetnek be. Meg a snackek. Ide felteszem, hogy M&M-szet becsomagolnak. Hát ez zseniális. Nagyon tetszett nekem. Szóval, ja, érdekes nagyon ez a hely. Úgy igazán én soha nem akarnék menni, vagy ilyesmi. De így megnézni, hogy milyen lehet, az oké, de hogy úgy most legyen kedved kiugrani a Holdra, meg ez egy ilyen hát célod legyen, ezt én nem is gondolkodtam soha, meg én hát tisztelem őket, hogy mennek, de nem az én világom annyira. De azért ez a hely egyszer megéri megnézni. Szóval érdekes tényleg.
az első túra az nagyon-nagyon jó, egy ilyen, hát ilyen nyitott vonattal visznek minket, ha lehet így mondani, és elvittek, ami még mai napig működő, ami segíti, hát a háttérmunkát láthattuk, hogy még most is dolgoztak bent, ezért nagyon halknak kellett lenni, hogy hát micsoda hihetetlen munka, hogy egy ilyen asztronauta azért kimenjen az űrbe, vagy a Marsra. Szóval elképesztő. Most meg azt látjuk, hogy egy hatalmas, hát ilyen űrhajót, szerűséget. Igen. Gondolom ez volt az első, vagy ez csak egy ilyen prototípus, vagy ezt nem használták, de hogy megmutassák, hogy mekkora zseniális, úristen. Érdekes ez a hely nagyon. Na, megtudtam, tehát ezek nem prototípusok, hanem a három része az űrhajónak, vagy az asztronautának inkább, amit használtak régen Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és tovább különböző missziókra, és hát megtartották az egyiket, amit így láthatunk, mögöttem van ilyen hatalmas, és ezt használták, ezt lőtték ki. És az Apollo 8, az vitt először embert a Moonra, tehát a Holdra. A többi az mind csak így felfedezés, és akkor itt láthatjuk, hogy képek, ahogy hát azért gyakorolni kell, hogy mi van, hogy van. Fel kell teljesen készülni, testileg, lelkileg, fizikailag, tréningen részt venni, és a többi, szóval azért ez nem egy úgy van, hogy akkor holnap kimegyünk. Tehát rettentő a szervezetednek, fel kell nagyon készülni az utazásra, meg úgy unblock. Ja, nagyon érdekes. Elképesztő, hogy megcsinálták a kantint. Szóval befejeztük a fehér tramtúrát is, és a blue tramtúrát is. Két túrán vettünk részt, jól, nagyon süt a nap. És most már megyünk is vissza a hotelba, semmi egyéb. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Nekem nagyon tetszett. Remélem nektek is. Ha van esélyetek rá Houstonba jönni, Texasba, akkor egy nagy élmény, tényleg egy nagy élmény, elképesztő, hogy hogyan építik fel, hogy kimenjen egy rakéta a Marsra, vagy a Holdra, akár, meg ilyesmi. Szóval, ja. Hát, ennyi lett volna mára ez a mini NASA Center vlog. Remélem, hogy tényleg tetszett nektek, és át tudtam adni a hely hangulatát. És akkor le is zárnám ezt a vlogot, mert aztán megyünk vissza Dubájba. Szóval várlak titeket a következőben, és
millió pusszantás. Kövessetek be IG-n, ide teszem, illetve like, feliratkozás, ahogy szoktátok. És ja, millió pusszant, sziasztok!